Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Péter F. Gergely író, a Mekeke igazgatója. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kedves nézőim, ebbe a rökkenő melegbe most a hűsítő jégkockák következnek, hisz 89. alkalommal rendezik meg az ünnepi könyvhetet. Hány új cím jelenik meg? Pokoli sok, több mint 300. 310 valamennyi. Hogy fogjuk ebből kiválogatni, hogy mi az, amit haza kell, hogy cipeljünk? Hát, nagyon egyszerű dolga van a nyájas olvasónak. Kezdjük akkor, ugye, hogy mikor itt van. Itt van ez a gyönyörű... Ezt termék megjelenzés, ezt tegye le azon, itt van ez a gyönyörű... kell, hogy kérjünk. Hát nincs rajta semmi, a Mekeke sincs rajta. Akkor azt mondja nekem, ez az ünnepi könyvhét van rajta. Hetedikétől tizen... Hetedikétől tizenegyedikéig tart. Hol? Hetedikétől tizenegyedikéig tart, Vörösmarty tér. Amíg át nem épített Vörös Marty. Amíg át nem épített Vörös Marty. Autóval nem menjünk oda, mert hagyományos hát azt helyszín. Azt felejtsük el. Tehát arra hívjuk föl nézőinket, megmondni, hogy csak is public transport, tehát autóbusz, villamos, kizárólag a környezetbarát metro. Módon érdemes oda eljutni. És hát nincs hova állni. Nincs hova állni, de hát egy kellemes belvárosi sétával akkor ezt már össze és hatalmas kötni. Táskát hozzanak magukkal, hogy és rengeteg, vásárolni. Rengeteg pénzt. Rengeteg pénzt. Miközben az persze el kell mondanom... lehet kreditkártyával is fizetni? Többnyire lehet. Igen. A 301 nehány cím közül vajon hány jelent meg az öntudása szerint e-könyv formájában? Azt én nem tudom. Ez érdekes. Általában olyan 20% alatt marad az e-könyvnek a részesedése, és én nem nő. Én azt hittem, hogyha ő lesz a Mekeke igazgatója, akkor a 21. századba beléptünk. Hát beléptünk, de a 21. században az is benne van, hogy vannak túlfűtött remények, meg vannak buborékok, és itt a technológiai történetben ugye az volt, hogy túl gondolta nagyon sok ember azt, hogy az e-könyv mekkorát fog kihasítani a piacból, és ahhoz képest meg ez nem történt meg. Tehát mindannyian azt gondoltuk, hogy ugyanaz történik majd, ami a napilapoknál történt, hogy gyakorlatilag csak ezen olvasok én. Tehát akkor targoncát viszünk magunkkal, és akkor kezdjük magával. Mit tett le az asztalra? Az én semmit nem tettem le. Letettem a könyvhetet, mint szervezést, rengeteg energiát töltöttünk ennyi. A munkatársainkkal. Egy író, aki lusta a saját műveiben? Nem lusta. Természetesen a valamennyi könyvem kapható a kiadónál, illetve könyvhét előtt két hónappal jelent meg a feleségemmel közösen írt kínai útinaplónk. Amiről már korábban beszámoltunk, már, volt, és bízunk benne, hogy már nem is kapható. Remélem, hogy nem, illetve az utolsó példányokért még szaladjon a kedves néző a könyvhét. Akkor nézzük, mi a kínálat, mi minden van. Őrületes mennyiségű, majdnem 60 verses kötet jelent meg, és 70-nél is több próza kötet. 60 verses kötet. Egészen pontosan 59 verses. Újra divat a vers. Azt nem tudom, hogy mennyire divat. És az olvasók viszonylag kevés. Ezek kortárs. Szóval ez a magyar költészet színe java, illetve új szerzők is beléptek a pástra, és rengeteg gyűjteményes kötet is megjelent. Tehát ilyen különlegességek vannak, mint például az én egyik kedvenc egyetemi professzorom, a klasszika filológiáról, Adamik Tamás válogatott versei jelennek meg. Például Carmina Rustica címen. 91. Ez nem semmi, ez az első nem kötete? Nem, de verses köteteiben ez igazából az első reprezentatív, mert főleg fordításokkal jelentkezik. Mikor és hányadikán és hány órakor dedikál? Azt nem tudom, a dedikálási listát nem hoztam el, mert ez több mint 1000 dedikálás lesz, képzelni. Atya úristen! Több mint országszerte, ez országszerte érvényes, mert ugye több vidéki helyszínen is lesznek könyvheti rendezvények. Az idei könyvheti országos megnyitó, az mindig egy vidéki nagyvárosban van, az idén Szekszárdon van, ahol például a kitűnő Grendel Lajos és az ifjú Tóth Benedek lesznek a díszvendégek, és ott is rengeteg dedikálás lesz. És de lesz Győrben, Nyíregyházán. És Szekszárdon a megnyitó mellett parkolni is lehet? Szekszárdon lehet parkolni. Mennyire jó nekik? Nekik jó, hát ez, de nekik se sokáig egyébként. Aztán itt van például az ifjú Babicki Tibornak a jelenkornál megjelent félbehagyott költemények című munkája, ő egy nagyon izgalmas
szerző, őt is mindenkinek ajánlom figyelmébe. De hát olyan... Én még nem bocsottam fel ebből a 60 versből, ebből a 60 verses kötetből, hisz ezeket meg is kell venni. Ezeket érdemes megvenni, és olyan érdemes állapotban olvasni. Van a magyar olvasó társadalom, ön csak tudja, mind a Mekeke igazgatója, hogy versekkel lehet etetni most? Nagyon kevés verset vesznek. Ezt most szomorúan mondom és félre, úgyhogy ezen változtatni kéne. Tehát általában szomorúak ezügyben a költők, hogy túl sok példányszámot nem tudnak elérni, de biztos találkozott vannak az kivételek. Találkozott az új kulturális államtitkárral? Lehet, hogy ő is szereti nem a sajnos, verseket. Pedig hát ez az egy... Fekete Péter akarja, utána megadjuk a telefonszámát. Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztel. De például itt van Marnó Jánosnak egy új csodálatos verses kötete, Szereposztás címen, az ifjú horvát Benji-nek a Dicsőséges Európa című verseskönyve egy nagyon különleges konstrukcióban jelent meg, a Dunajcsik Mátyás Lehetőség Alapítvány támogatásával, és hát Rakovszky Zsuzsának is megjelent egy verses regénye, Hály Jánosnak is jelent jó, meg új verses kötete. Én nagyon lelkesem a versekért, de akkor ugorjunk most már valami másra. Magyar próza? Igen. Hát a magyar prózában... Mennyi ebből a kortárs? Nagyon-nagyon meg... Majdnem mind... Itt gyakorlatilag csak kortárs regények vannak. Van egy mi a két... nagy durranás a saját könyvén kívül? Elmondom. Szerintem nagyon-nagyon nagy durranás lesz Garaci Lászlónak a Hasítás című könyve. Ez a rég nem folytatta a Lemúr sorozatát Garaci László, és most igen. Igen. Akkor itt van Sándor Iván, a nagyszerű Sándor Iván, aki egy újabb történelmi regénye jelentkezett a Hetedik nap címen. Márton László is írt egy új regényt, de ami szerintem ez a legizgalmasabb, László, ez a budapesti Márton László, nem a párizsi Márton László. Volt közöttük egy vita annak idején a sajtónyilvánosság előtt, hogy ki az igazi Márton László és ki az igazi Trebics, azt hiszem aztán valahogy megegyeztek. Aztán itt van a kitűnő Térjei János, aki megírta első regényét, mert ugyan tengernyi könyvet írt, de eddig regényben csak verses regényeket írt, most írt egy próza regényt, Káli Holtak címen. Szerintem ez lesz az egyik legnagyobb durranás. De a másik nagyon nagy durranás az Tolnai Ottónak, a nagyszerű délvidéki írónak a Szemérem ékszerek című regénye, amely hát ugyanabban a világban viszel bennünket, amelyben a versei is, tehát abban a palicsi furcsa figurák és különös események közé. Ez egészen biztos, hogy nagy durranás lesz. De itt van a drága barátunk Darvasi László, akinek az újabb Szívernő könyve a magyar irodalom történetet az írók múzsáinak szemszögéből mutatja be, tehát egy olyan perspektívát kínál, ami nem különösebben megszokott szemszögéből. Spiro Závada szabadságon van? Most nem. Ők most nem jöttek ki új regénnyel, de nemrég volt regényük, tehát az folyamatosan, tehát nyilván itt is lesz. Valami... És mennek dedikálni, tehát Závada is lesz például Győrben. Látod valami zsidósat is? Van egy csomó zsidós, főleg a tanulmány kötetek is az esszék kötetek között. Tehát például itt van Kőbányai Jánosnak az Izrael az új népvándorlás korában, naplók riportok esszék interjú, már egy recenziót ami ugye ugye persze a múlt és jövőnél jött ki. Hamarosan vendégünk lesz. Így van. Akkor van még egy zsidóság története, mindjárt megtalálom. Biztos valami Heller Ágnes. Az nem Heller Ágnes, hanem az egyébként a Szent István Társulatnál, és nem is egy különösebben vastag könyvecske, de azt mindjárt, mert azt nem is karikáztam be, de mindjárt megtalálom. Heller Ágnes folytatja egyébként az Olvasó Napló sorozatát, tehát most a 2017-2018-as fejezete jön. Verebes István írta meg önéletírását, majdnem 500 oldalon. Majdnem 500 oldalon, úgyhogy az biztosan nagyon izgalmas lesz, és mindjárt megtalálom. Jaj, hát és hát nagyszerű Ungvári tanár úr, a Tanár és Tudós címen írtak hozzá egy köszöntő könyvet, többek között Heller Ágnes, Schöner Alfréd. Egyetemi kollégái írtak ez a Kőbányainak a könyvben, uh-huh. Jánosnak a könyve, illetve mindjárt megtalálom, hát az hogy lehet, hogy így elbújt, lehet, hogy ez a esszé kötetek között van. Na mindegy, tehát megjelent a magyarországi zsidóság története, Haraszti Kövér, Romsics, Kovács András és Botos János közös szerzősége jegyzi. Ez egy magas színvonalú társaság, szerzős. Igen, és ez a ókortalan napjainkig
mutatja be. 148 oldalon, tehát egy tömörített munka. Mi a könyvhét egyéb programja? Kik fognak fellépni? Miniszterek, királyok, hercegek, grófok? Hercegek, grófok azok most sajnos nem lesznek, aki azokra kíváncsi, az ne jöjjön inkább. Lesz déskoncert szombat este. Vasárnap este lesz... Dés László természetesen. Igen, Dés László természetesen, és lesz nagyon jó költői est lesz vasárnap este Kemény Zsófival, Závada Péterrel és barátaikkal. Rengeteg, reggeltől estig tele lesz a nagy színpad különféle könyvbemutatókkal, beszélgetésekkel. Lesz könyvvillamos. A könyvvillamos a 47-es, 49-es vonalán közlekedik a Deák tér és a Kelenföldi között. Vasárnap délután 16 óra 7 perckor és szombat délután 16 óra 7 perckor írókkal lehet együtt utazni a könyvvillamoson. Az idei központi témája, mindig van egy érzékenyítő, vagy mostantól mindig lesz egy érzékenyítő témája és a könyvhétnek, ez idén a diszlexia. Tehát külön beszélgetés sorozat lesz a diszlexiáról, amelyben a kitűnő magát diszlexiásnak valló Ragomány György is föl fog lépni. Ez izgalmas lesz. És te temérdek dedikálás, tehát tényleg minden szerző kint van. Mit mond a meteorológia? És mindenki, a meteorológia, hát hosszú évek tapasztalata az, hogy valamilyen vihar mindig beüt. Tehát olyan könyvhét az elmúlt 10 évben emlékezetem szerint nem volt, amikor szombaton vagy vasárnap egy jó nagy zuhé nagy pakolásra nekésztette volna az árusokat. Hát, ha ezt most idén megússzuk, de akkor meg a másik opció az, hogy megsülünk ott a műanyag napernyők alatt a fehér dedikálószékeknél, de hát... Nyitás idejére az új gyülekezési törvény életbe fog lépni, ha minden igaz. Hogy vannak fölkészülve a látogatók biztonságát illetően? A látogatók biztonságáról maximálisan gondoskodunk, tehát van őrzést biztosítunk, minden körülmény a megfelelő állapotban van. A megnyitó pedig csütörtökön délután 4 órakor lesz, és Berg Judit a nagyszerű elsősorban meseíróként ismert, de én felnőtt verseit is hallottam már, azok is nagyszerűek. Ő fogja megnyitni az idei könyvhetet. Ez az első könyvhete, amit a nem csak mint író, hanem mind a Mekeke igazgatója szervez. Nagyon izgalmas dolog. Ez mindig nagyon furdalt a kíváncsiság, hogy ez milyen dolog belülről. Belülről is nagyon érdekes, iszonyatosan fárasztó, de nagyon nagy élmény ebben részt venni. Tehát én eddig mindig olvasója voltam ennek a katalógusnak, és faltam, hogy úristen, ez milyen könyv, meg milyen könyv. Most pedig végigkínlódtam a szerkesztését is, úgyhogy most más. Természetesen magába folytottam, úgyhogy ezzel tartozik, illetve én tartozom, hogy elmondassam magával. Tehát 60 verses kötet, és mennyi próza? 71 próza kötet. És 71 próza. Tehát... 20-valahány eszékötet, 20-valahány történeti tárgyú, és hát megtettem egy érdekes, én szenvedélyesen érdeklődöm a teljesen semmitmódó statisztikai adatok iránt. Hajjuk. A legtöbb magyar írónak a vezetékneve ön szerint milyen betűvel kezdődik? B-vel. Igaza van. Pontosan. És a legkevesebb? W-vel. Az nulla. Nem, egy W is van, és egy ús van. Egy ús. Így van. Weber Anikó és Uri Aszaf. Uri Aszaf egy kiváló szerző, mivel jön neki most? Is új verses kötetével. Új verses kötet. Tehát, kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában Péter Fi Gergely, író, a Mekeke igazgatója volt velünk. Megismétlem, 7-től 11-ig ünnepi könyvhét, kis utánfutókkal érkezzenek. Természetesen autóbusz, villamos, taxi, vagy helikopter és ejtőernyő, gurigás, börönt segítségével vigyázzanak a pénztárcájukra, mert ugye arra is vigyázni kell. Plastikkártyával is lehet fizetni. Arra gondoltam, hogy nehogy valaki más emelje ki a zsebükből. Elég, hogyha a könyvészeknek odaadjuk. Lesz 60 újfajta vers, 71 egyéb. Érezzék jól magukat, ne felejtsék el. A legjobb barát és a legjobb szórakozás Gutenberg óta az a könyv. Köszönöm. Köszönöm, hogy jelentkezett. Nagyon szépen köszönöm.